Tisztelt Országgyűlés, megadom a szót Szakács László képviselőnek, NSZP képviselőcsoport parancsoljon. 2 perc. Köszönöm a szót, elnök úr. Majd küldünk emlékeztetőt az NSZP frakcióüléseiről. Meghívót nem fogunk küldeni, hogy ott miket beszélünk meg. A helyzet valójában akkor is a következő. Mészáros Lőrinc akkor kapott a kormány kitüntető barátsága és figyelme mellett 18 milliárd forintot, mikor elbocsájtott 850 embertisztelt képviselőtársa. 18 milliárd forintot kapott a kisfaludi programból, és ugyanakkor elbocsájtott 850 ember, pokollá téve ezeknek az embereknek az életét, hiszen ő nekik akkor kellett volna munkát keresni, amikor a legjobban dühöngött a járvány. A mikro és kisvállalkozásoknak 10 millió forint hitel. Igen. Biztos, hogy szeretik a támogatott hiteleket is a vállalkozások. Egy dolgot szeretnek jobban, a vissza nem térítendő támogatásokat. Ez miért csak a Mészárosnak jár? Miért nem kaphatnak vissza nem térítendő támogatást ezek a mikro és kisvállalkozások? 100 milliárd forintról beszélnek önök. Az elment már Budapest-Belgrád vasútvonalra, MotoGP pályára, Mátrai erőműnek, amit ugyancsak a Mészáros nem Strómannak kell kifizetni. Hát nem ért volna ez rá akkor, amikor majd ő rajtuk segítettek. Csak egy fél évvel később, egy évvel később. Ők biztos, hogy meg tudták volna várni. Ezek a mikro és kisvállalkozások nem tudják megvárni, és önök most nem vissza nem térítendő pénzt kínálnak nekik, azt csak a barátaiknak kínálják, a haverjaiknak, meg a Mészárosnak. Őnekik önök hitelt kínálnak, meg szlogeneket kínálnak. Ezeket kínálják önök, szlogeneket, meg hitelt, és ebből valószínűleg nem is fognak kérni. Köszönöm a szót.